Ugye van egy aktuális botrány, nem botrány, hanem egy ügy, ami részben a megyét is érinti, hiszen van egy kalocsai szála. Ez a mezőgazdasági vidékfejlesztési hivatalba kiderült másfél évvel ezelőtt, hogy hát egy maffia alakult arra, hogy olyan földeket nyúljanak le, támogatásokat, amit valaki valamiért a gazdák nem igényeltek, és hát itt egy nagyon komoly elkövetési érték van, rengeteg szereplővel, tehát egy 84 szereplős történet, 46 cég, 84-37 magánszemély, és nagyjából másfél milliárdos kárértékkel. És hát ez már nem most került vádemelési szakaszba, ezt még másfél évvel ezelőtt egy sajtótájékoztatón én indítottam el ezt a programot, és hát úgy néz ki, hogy meg is vannak a bűnösök. Hát ez egy komoly, mert az Európai Uniós Kifizető Ügynökségnek a renoméja múlt ezen, hogy annak idején a sikerült időben megfogni, és ez most berobbant a köztulatba, és ugye ennek van egy bácsmegyei oldalága. Több olyan cég is van itt érintve, akiknek nincs mezőgazdasági tevékenység, de érintettek ilyen támogatásokat. Hát a másik még nyilván, hogy akkor lesz majd itt egy ilyen fórumon a aktuális, a vidékfejlesztési programunknak az aktualizálása zajlik, hiszen nyilván azért az 2-1,5 éve készült, azóta vannak új fejlemények, van egy új támogatáspolitikai az politikája az Európai Uniónak, ezt még nem sikerült Magyarországon elfogadtatni, tehát még jelenleg nincs meg a magyar lába, ezt is várjuk, hogy mikor lehet már majd pályázni, és hát hosszú távra egyértelműen a foglalkoztatás bővítés az, ami fontos, és lesz egy nagy komoly nemzetközi esemény Budapesten a Európai Szocialisták Pártjának a kongresszusa a hétvégén, ahol várunk 3000 küldöttet, és 7-8 államfőt, kormányfőt, és meg akarjuk vitatni a következő időszak baloldali karakteres politikáját, ennek leszünk mi a házigazdái, tehát elég eseménydús lesz a következő nép, néhány nap, és hát még 2-3 hét a parlamentből is vissza van, úgyhogy most erről beszélgetek majd itt a helyiekkel. Ami nem biztos, hogy mindig mindenkihez eljut. Próbáljuk nyilván egyéb csatornákon is közvetíteni, de nekem az a határozott álláspontom, hogy a tévében visszaszólni senki nem tud, itt meg visszatud. Tehát sokkal egyszerűbb az ilyen típusú kommunikáció, mert akkor rögtön visszacsatolása van a dolognak, hogy amit az ember mondhat, ül vagy nem ül. Hát ami aktuális ügyek vannak, ugye most legfontosabb téma, ami a parlamentben zajlik, az a költségvetés. Én elég hosszasan elvezettem két nap is a 2016-os költségvetését. Először is, hogy ezt most miért kell behozni, ha senki nem tudja. Nyilván véletlen semmi nem történik, tehát ennek oka van. Nem tudjuk most azzal az oka, hogy tovább folytatódik a kormánypárnak a szétesése, és nem bízik benne a kormányfő, hogy esetleg télen ezt el tudná fogadtatni, ugyanilyen formában. Ez az egyik lehetséges, a másik kormány átalakítása készül, ami az nyilván azért egyszerű, hogyha már túl vannak rajta, mert akkor az új minisztert nem terheli az a felelősség, hogy akkor mégis ilyen költségvetés van. Nem tudjuk mi az oka, de eléggé példa nélküli, most ha valaki belegondol, ezt el fogjuk fogadni július 6-án, és 2016 évvégéig tervezünk. És ez azt jelenti, hogy 18 hónapra tervezünk egy olyan országba, ahol 2 hónapnál többet az aktuális költségvetésen vitt ki. Éppen most módosítottuk a múlt év, mai napon szavaztunk róla, ma módosítottuk 6-szor a 15-öst, tehát a mostani. Úgyhogy ebben illúzióban senki ne legyen. Nagyon sok benne a fény, olyan viszontalan pont, amit nagyon érinteti az infláció, például változatlan devizaárfolyammal, változatlan olajára számol, amivel minden elemző azt mondja, hogy nem valószínű, hogy így lesz. Minden esetre egyet azért tudni kell, hogy elsősorban a nemzetközi környezetnek, meg az általunk, még az általunk generált komolyabb beruházásoknak köszönhetően Magyarország gazdasági pozíciója jelenleg az egyik legjobb Európában. Ezt el kell ismerni, ami azt jelenti, hogy egy export vezérelt gazdaság van, amiből sajnos, amivel kapcsolatos az a probléma, hogy azok a plusz bevételek, amit ez hoz, az egy nagyjából 1000 milliárdos bevétel plusz eredményez, azokat véleményünk szerint perverz módon osztja el a kormány. Vannak nagyon-nagyon-nagyon rossz helyzetben levő területek, oktatás, egészségügy, szociálpolitika, hát látjuk itt általában, és a bérügyek, ezekkel van a legnagyobb baj, és van olyan terület, amire meg úgy látom, még mindig nem sajnálják a pénzt, tehát hogy most már klasszikus több éve megy ez a stadion. Lehet, hogy a végén már ugye mindenhol NB1-es szintű stadion lesz, csak csapat nem lesz.
Legutoljáról az én városomat érinti, ahol most nem egy három nap lesz majd egy 4500 fős kiváló világítással rendelkező kiegészítő pályákkal ellátott stadion komplexuma, csak majd azt nem tudom, ki fogja fenntartani, hogyha nem lesz olyan csapat, aminek azért van valami bevétele is. Tehát ez, én azért gondoltuk mi azt, hogy nem fogjuk azt csinálni, hogy toldozzuk, fordozzuk ezt a költségvetést, hanem kinéztünk néhány területet, és egy komplett csomagot adtunk be a módosítóként. Ennek, ami a legfontosabb része, ezt itt elmondtam a helyi médiának is, ez a, ha már mindent nemzetinek hívnak, úgy gondolom, hogy ezt vegyük át, már ezzel semmi probléma nincsen, és azt is látni kell, hogy az, hogy a Fidesz itt kiserdíti ezt a szót, az még nem azt jelenti, hogy itt más nemzeti nincsen, csak ők, de most azért mi is azt mondtuk, hogy akkor legyen egy nemzeti bérfelzárkóztatási program. Minden elemző azt mondja, hogy Magyarország verseny hátrányát elsősorban a alacsony bérek hozzák. És hát nyilván az óriási méretű elvándorlás, ami szerintünk sokkal nagyobb probléma, mint a bevándorlás, de ezzel egy módon lehet küzdeni, hogy megpróbálni a magyarországi bérhelyzetet olyan irányba mozgatni, hogy ne legyen se országon belül nagy mozgáskényszer, se országon kívülre nagy mozgáskényszer. Mert hát látjuk, hogy a kormány itt eldönt, hogy ilyen a Csaljuk Haza fiataljainkat program az 500-al indult, aztán lett 100, most úgy néz ki, hogy 50 embert oda tudnak hozni 200 millió kell. Ez szerintem nem az a program, ami a lényeget érinti. Most ennek a nemzeti felzárkóztatási programnak a fő elme az, hogy olyan módon próbáljuk a adórendszert átalakítani, hogy a megélhetési létminimum fölé kerül nettó minimálbér. A megélhetési létminimum jelenleg aktualizált számokkal 93 ezer forint havonta. Tehát az alatt elvileg már nincs megélhetés. Na most a mostani minimálbér tudjuk, hogy nem ennyi nettóval, és ezért gondoljuk azt, hogy akkor a legalacsonyabb jövedelmi kategória az a 100 ezer forint nettó lehet. Egyébként ebben semmi új nincs, mert pontosan ugye ezt mondtuk 2014-ben a választási kampányban is. És ezt úgy szeretnénk megoldani, hogy a háromkulcsos adórendszer, amit most beadtunk módosítóként, abba nem a tetején, nem mennénk tovább a kulcsokba, hanem meghagynánk a maximumnak a 15%-ot, és akkor lenne egy 10%-os kulcs, meg egy 5%-os kulcs. Az 5%-os kulcs elmenne a nettó keresett szint, a átlag keresett szintjéig, ez most ilyen 200 valamennyi ezer forint. Ezzel tudnánk megcsinálni azt a 100 ezer forintot, illetve a szakmunkás szinten a 125 ezer forintos minimálbért úgy, hogy nem kellene semmilyen terhet raknunk a vállalkozásokra. Mert ugye itt az a lényeg, hogy úgy könnyű minimálbért emelni, mert minden egyes hozzászóló elmondta a Fideszből, hogy ők mekkora minimálbér emelést csináltak, úgyhogy a nettója meg nem változott semmit. Tehát magyarul a reál értéke pont ugyanannyi, vagy még rosszabb, mint amennyi 5 évvel ezelőtt volt, mert bruttó bevették, alá terhelve a cégeket, de a nettó zsebben levő rész az meg nem változott. Most ez volt az egyik, a másik a költségvetési vitában nagy kemény adókapok volt arról, hogy most mikor mi átadtuk a kormányzást, akkor milyen állapotot is örököltek, mert ugye ezek az őrültek továbbra is mondják ezt a görög helyzetet. Én mondtam meg, hogy ezt a két fő maflájuk azért elmondta 2010. augusztusában is, mennyi szakadt a forint. Tehát ami a devizahiteleseknek most a problémája, az pontosan Kósa Lajos és Szijjártó Péter. Tehát ez világosan látni kell, hogy azóta csak rosszabb lett a helyzet, és hogyha megmarad az akkori árfolyam a 180 forint, meg a 250 forintos euró, akkor ma nem lenne a devizahiteleseknek ez a problémája, amire zseniális megoldást hoztak. Minden másodiknak sokkal rosszabb lett a pozíciója, mint volt, úgyhogy mi továbbra is úgy gondoljuk, hogy annak a forintosítását hibásan végezték el. Azzal téve nem lehetett további konfliktusokat fővállalni a magunkkal. Tehát ez a része a kulcs része a költségvetési politikának. Ehhez tennénk mi hozzá még egyfajta általános kiadás csökkentő intézkedést, ez pedig az élelmiszer áfa. Ugye az élelmiszer áfáról hatodik alkalommal nyújtottunk a módosítót, most éppen tegnap volt ennek a parlamenti rövid vitája, ahol ugye azt próbáltam meggyőzni a kormánypártot, hogy legalább indítsuk el a tárgyalását ennek a csomagnak. Ez a csomag nem olyan, mint amit annak idején a Fontsenyi beadott még a mi időnkben, amiben a Homártól a Libamáig a Lazacig mindenben volt és mindent csökkenteni akart, hanem mi kiválogattuk azt a termékkört még 2010-11-ben, ami a legnagyobb importnyomás hozza ránk és a legnagyobb csalást hozza ránk az áfa ügyben.
És egyébként meg a fogyasztói kosárnak is a legnagyobb része áll. Most ez öt termékkör, ugye ebben bár lenne az a sertéshús is, amit ők most ugye úgy néz ki, hogy levisznek 5%-ra, hozz mellette ott lenne a baromfihús, amit egyébként se ért senki, aki szakmabeli, mert egy helyettesítő terméknek nem lehet sokkal magasabb áfája, mint a másiknak. Mert ugye az azt jelenti, hogy piacot torzítok szándékosan, mert aki eddig most ugye nagyjából egy árban volt a karaj meg a csirkemell, most innentől kezdve a karajnak óriási árelőnye lesz. Ez azt jelenti, hogy a magyarországi helyzetet ismerve tolja el a fogyasztást, mi meg azt gondoljuk, hogy ilyen nem lehet. Egyébként ebből még lehet Európai Uniós probléma is. Tehát már ugye az áfa az közös adópolitika. Tehát mi a baromfiós mindenképpen? A legnagyobb csalás Magyarországon az áfa ügyben a folyadéktájnél van. Tehát azt látjuk, hogy ez a OHT őrület, ez azt eredményezi, hogy mindenki próbál trükközni. Ezért annak mindenképp ott lenne a helye a 5%-os kulcsban. Mi a kemény sajtokat tennénk még oda, tehát azokat alapvetően Magyarországon fogyasztási kosárba levő sajtokat, de nem raknám bele a francia sajtokat, aki úgy gondolja, hogy meg tud venni mondjuk 8-10 forintos kilométi sajtot, az fizessen a 27%-os áfát, mert az nem az átlag fogyasztásnak a témája. Amit mindenképpen be kellene tenni, és az a térséget az különösen is érinti, mert nagyon nagy áfacsalás van, és rengeteg a feketézés fel, ez a zöldséggyümölcs, de csak a európai. Tehát magyarul, ami már exotikus, tehát banán, narancs, ilyenek az nem. Tehát az ne legyen olyan, hogy mondjuk szezonban is majdnem hogy olcsóban van, mint az alma. Tehát azért ez nem egy normális állapot. És ott is komoly csalás van. Ez mindenképpen a tojás, ugye az a magyar közfogyasztásnak az egyik alapvető része, és nagyon komoly importnyomás van rajtunk, főleg Lengyelországból. És akkor még amit belettünk, ez részben a fogyasztás ösztönzés miatt, meg egészségi jogokban az édesvízi halak, amiben már nincsen benne például a tengeri halak. Tehát tengeri rákok, halak, ezek már nincsenek benne. Tehát mi ezt a kosarat gondoltuk, hogy benyújtottuk vámtarifaszám szerint, tehát szőbe sorolva és végig tesztelve. A kiadási része ennek körülbelül 120 milliárd forint. Most a kormány 120 milliárdot enged el, az 1%-os adócsökkentéssel, de ha valaki csak azt nézi meg, hogy egy 1 millió forintos fizetésnél ugye ott hagy 10 000-et havonta, a minimálbéresnek meg ott hagy 1000 forintot havonta. Most ugye ez elmondtam azt, hogy egy perverz új elosztás van, mert az segíti, aki egyébként nem rászokott. Az áfacsökkentést némi megnéztük, nagyjából a minimálbéres szintjén maradna 5000 forint havonta. Tehát teljesen máshogy rendezni át, és a felső 10 000 meg nem enne attól többet, hogy olcsók, mert ugye általában egy gyomrolom mindenkinek. Tehát az nem segítené pluszba a jogoldóakat. Tehát ezek a kulcselemei, ami költségvetésünknek, és akkor erre volt a válasz. Egyébként ha valaki érdekli, hogy milyen hozzászólást mondtam, a kettő is volt múlt hét csütörtökön meg pénteken, fönn van a Facebookon, megosztottam, meg YouTube-on is fönn van. Elég nagy sikere volt, mert ilyen 500 000 megtekintése volt eddig, meg 3-4 000 megosztása. Meg kell mondjam, kicsit elborult az agyam, és hát elég sok mindent mondtam ilyenkor, de úgy nézem, hogy talált, mert sokan úgy meglepődtek a parlamentben. Hát kicsit a stíluson is. Hát ugye, amikor azzal kellene engem védteni a minisztérium államtitkára, hogy de hát megvan oldva itt a tejügy, mert megfogtak 8000 liter tejet az AK-ra, aminek nem volt elete, aztán mondta neki ember, hát nem létek ilyen hülyék, akkor pontosan tudnátok, hogy 300 darab normális tején megcsinál naponta 8000 liter tejet. Mondom, nehogy már azzal fogja, amikor több millió liter számolhoz be tej, ez nem 8000 liter, meg hogy két kamion pompit találtak valahol, aminek nem volt elete igazolás, az körülbelül 600 egy nap. Na most ugye ezek azok a bosszantó dolgok, amikor meg akarják magyarázni, hogy miért is nekünk igazunk ebbe. Na mindegy, ajánlom mindenkinek a figyelmébe, aki még nem látta. Kicsit hosszú, mert mindegy egy negyed óra, tehát elég hosszasan beszélgettem én ezekről. Most nem fogok ilyen hosszan. De a lényeg az, hogy abban mindent elmondtam, de a lényeg ez. Tehát a mi költségvetési politikánk egy teljesen más elosztáson van túl. És akkor ami még fontos ügyek vannak aktualizálás alatt, ugye látszik, hogy a vidékfejlesztési programokkal nem bír ez a kormány. Tehát egyszerűen fogalma nincs, hogy hogyan megcsinálni a vidékfejlesztési programokat. Már egy évvel szórakoznak vele, kiküldik már nem tudom hányadik változat az Európai Bizottsághoz, de mindig nincs elfogadva. Na most azért nincs, hogy értsék, azért nincs elfogadva,
mert Európában nem hülyék ülnek az irányító helyek. És ha valaki leír olyat, hogy egy öntözési programot 300 millió forintos plafonnal indít el, akkor azt, ha valaki szakember megnézi, az pontosan tudja, hogy abból nem lesz semmi. Tehát arra fölösleges pénzt tervezni, mert senki nem áll, hogy egy öntözési programot közösségben lehet csinálni. Gondolom ezzel ebben nincs vitán. A közösségi öntöző programoknál meg nem lehet 300 milliós plafon, amikor egy kisebb melliorációs program, ez általában kettő összefügg, mert ott nem csak vizet kövinni, hanem akkor ott áramrendszereket rendezni meg, és sok egyebek, azok milliárdos tételek, tehát ott nincs part. Na most erre lehet, meg lehet mondani azt, hogy meghúzom mondjuk 50 millió forintba a üvegház meg a fólia tetejét, csak mindenki tudja, hogy nem lehet, ennél nagy valószínűséggel csak a nagyobbak azok, amik rentábilisek. Tehát amikor ugye ilyen viták vannak, akkor nem a mi heppünk, hogy már hogy a nagyobban hatékonyabban lehet dolgozni, szövetkezik el, és akkor nagyot kell csinálni. Tehát ugye ez a lényeg, amikor kettő darab tésszel versenyzünk Spanyolországgal, kettő darabban. Egész Spanyolország területén két darab tész van. Egész Dél-Tirolban, ami a Európa almás kertje, egy darab tész van. Egy. És ott mind azonnal kizárják a polgárt, hogyha kikalandozik a rendszerből, mert nem tartja be mondjuk a permetezés szabály. Tehát azért gondolom, hogy ezek nem a mi hülyeségeink, meg happyeink, hanem az Európa. És igaz, hogy kis gazdaságok vannak alapvetően, de olyan szervezett módon vannak meg összerakva, hogy óriási volumenbe tudnak ugyanolyan áruval a piacra menni. És nekünk ez a bajunk mindenben. Mindenben. Nem vagyunk igazából versenyképesek, mert még a nagyobb kapacitásaink is kicsik, a kicsikből összerakott európai kapacitásokhoz képest. De ott ez kialakult 100 év alatt, ez állandóan annyi időm nincs. Tehát annyit akarunk várni, akkor Magyarországon nagyjából 3 év múlva, vagy mondjuk 5 év múlva tisztán gabonatermelő ország lesz. És ezt nem akarják elhinni, mert azokkal a programokkal, amit most elindítanak, hogy elveszem a támogatásoknak egy részét azoktól, ahol a legnagyobb foglalkoztatás van Magyarországon. És nem engedem figyelembe venni a foglaló bérköltséget. Egyébként Európában 9 országban fölözték le a támogatásokat, mert ez megvan a uniós lehetőség. De mindenhol leengedték vonni a bért. Ugyanis ez a lényeg. A foglalkoztató vidékpolitikáról beszélünk, akkor nem azt kell ütni, akit foglalkoztat, hanem azt kell ösztönözni, aki a legprimitívebb módon gazdálkodik, és nem érdekel, hogy kibővítse a tevékenységét olyan, ahol ember kell. Mert azzal gond, azzal macera van, az igaz az állatra, az igaz a kertészetre, sok mindenre. Tehát mi történik? A legegyszerűbb, összehozni egy 3-400 hektáros középbirtokot, és tisztán mondjuk 4-es vetésforgóval működni. Mert az két ember gond nélkül megcsinálja. Kettő. Ha valaki meg már ehhez egy állattartást rendel, akkor nyilván nem 2, hanem 12, vagy 22, vagy 32. Na most ugye ez az, amit nem akarnak az Istennek elfogadni, hogy hagyni kell élni egymás mellett a kicsit, a közepest, meg a nagyobbat, mert ezek egymásra épülnek. Tehát a kicsi nem fogja tudni eladni a gabonáját, ha nem lesz mellette olyan hely, ahol szállító van, meg ahol azt majd tudják kezelni. Nem fogja tudni a növényvédelmet ellátni, mert nem fog tudni venni 100 hektárra így a strappot. Mert nem éri meg. De 1000 hektáros tételekben már megéri. De ugyanazért a betakarító gépekre, 100 millió forint egy pumpánál. Tehát azért mondom, hogy ez a logika, ami most van, ez abból adódik, hogy itt íróasztal mellett leírnak számokat, és ehhez ragaszkodnak. Na most én ezekkel utaltam itt a költségvetésre is, mert ők mindent beígérnek, hogy majd ennyi pénzt adnak, meg annyit pénzt adnak, elvonnak 100 milliárdot, 50-et meg adnak, és akkor még mindenki legyen volna. Úgyhogy ezzel mindenképpen változtatni kell. Tehát nekünk az a filozófiánk, ezt egy évvel ezelőtt is elmondtam, arra kell ösztönözni a vidéki munkáltatókat, és ebben most nem csak az agrármunkát értem, hanem azokat a vállalkozásokat is működnek, hogy tevékenység bővítéssel legyenek ösztönözve arra, hogy többen mennek a gyanak. Tehát ez a kulcskérdés, és az lehetőleg ne közmunka legyen. Mert a közmunka az időnként, amelyik most jól döntöttek, a idén munkának a konkurenciája. Mert ameddig nem engedték a közmunkát, nem volt kivel dolgozni. Most 120 napra, hogy a fizetés nélküli szabadságra lehetnek, ez már egy jó megoldás. Jobb megoldás, mert részben, akkor az év egy részében más tevékenységet végeznek. Tehát nekünk a filozófiánk ez, és hát ehhez
megpróbálunk támogatókat szerezni. Azt mindenki látja, gondolom, hogy nem vagyunk könnyű helyzetben, párt oldalról sem, és azt hiszem, erről is lehet nyugodtan beszélni, mert most gyakorlatilag mi vagyunk az élkeresztben. Tehát az MSZP most az a párt, amit üt a liberális média, hogy nem vagyunk elég jó, de a többi baloldali párt meg csak tőlük tud elvenni szavazókat. Mert 33% van a baloldalon, amivel nyár fordul a 1994-ben, nincs több szavazó. Magyarul ezt kell megbecsülni, és valami olyan technikával dolgozni, hogy ezt lehetőleg be is tudjuk gyűjteni. Ennek sokféle megoldása van, de az nem megoldása, hogy osztassuk föl magunkat, és csináljuk egy közös pártot. Ehhez én biztos, hogy nem fogom adni a nevem, mert én alapítottam ezt a pártot, és egészen 2002-ig soha el nem vettem, és párból se, közben se vettem el semmit, de nem szeretem, hogyha olyanok szólnak bele, akik meg csak ilyen biznisznek tekintik ezt a politikát. Én nagyon annak tekintem, és nem is vállaltam volna ezt a fölkérést annak idején a kongresszustól, hogyha nem éreztem volna, hogy itt lehet más is csinálni, de hozzáteszem, hogy ha végig csak harcolunk, a harcba a legjobbaik el fognak esni. Mert ez sajnos az élet belejárul. Tehát előbb-utóbb abba kell hagyni a harcot, és keresni kell a baloldalnak egy olyan hiteles szemét, és muszáj kimondanom, aki legyőzi Orbán Viktort és meg Gyurcsány Ferencet. Mert nem lehet a két ember közül egyik sem. Tehát ezt világosan látni kell. A magyarországi megosztottságnak ez a kulcs kérdése. Na most én a legyőzés nyilván nem úgy, hogy ője meg, hanem egyszerűen legyen kapacitásba, agyba hozzá méltó. Én ezt mondom, olyan ember kell kiválasztanunk 2016 őszén, aki elfogadható a baloldali szavazó tábornak, és nincsen vele szemben ellenérzés. Mert sajnos a Ferivel kapcsolatban nagyon nagy az ellenérzés egy bizonyos szavazói körben, ami nem jó, és nem tudom, hogy mennyi idő kell ahhoz, hogy ez elmúljon. Sok idő, ez még 18-an nem áll össze, biztos. Ezért nincs más megoldás, ezt előbb ki kell izzadni magunkból, és ebben nem, ez nem lehet direkt a szocialista politikus. Mert az már önmagában megosztás, hogyha mi a saját erős pozíciót építünk azért, hogy akkor mi legyünk a serif. A hatalom az nem cél kell, hogy legyen, hanem egy eszköz, hogy ebből egy normális országot csinál. Ha valakinek az a célja, akkor az jobb, ha most állt. Mert az nem normális. Itt ugye, mikor kollégák már hallom a beszélgetéseket, hogy ugye, hogy ki lesz a miniszternek, hogyan, aztán mondom nekik, gyerekek. Higgyét, én voltam államtitkár, nem olyan normális biznisz először is. Rohadt sok munka és marha sok pofon kap az ember. De a másik, hogy egy 10% környéki 900-1 millió szavazót maga mögött tudó párt nem mondhatom egyelőre ilyenről, mert az kevés. Az csak arra jó, hogy egymás között szórakozzunk, egyébként meg semmi más. Mert nincsen realitása, egészen addig még nem tudjuk magunk meg állítani azt a bázist, aki a reményeink szerint megosztottan maradt jobb oldal, meg tudjuk győzni, ne tudjuk győzni. Ugyanis hármoztatom a rendszerre, valaki nem vette volna észre. Ezt most megtapasztaltuk a három időközén. Ez úgy néz ki, hogy Budapest egy 10%-ra jó a Jobbik, Veszprémben 14-re, Tapolcán meg 35%-kal nyerni tud. Tehát ugye azért kell erre odafigyelni, mert a választást 55 szavazat egyéni választókörzetbe kell megnyerni. Nyilván a Veszprém is 66.-7. volt, tehát ott már úgy meg tudtuk nyerni, hogy kiindultuk magunkat, és nem ragaszkodtunk ahhoz, hogy magunk közül választunk embert. Mert lehetett érezni, hogy ami Újpesten működik, az Veszprémben nem működik. Tapolca-Ajka kapcsán meg azért nem volt más megoldás, mert megkerestünk 9-10 független embert, és nem vállalt el. Tehát, hogy valaki azt mondja, hogy akkor miért most csináljuk, azért. Mert akkor viszont más, nem volt más esélyünk, csak az, hogy egy szocialista politikust Ajkáról, ami egy erős bázisunk, választunk, és megcsinált 27%-ot egy olyan körzetben, amit a 80, mit tudom, hányadiknak se voltak egyébként a 106-ban. Ezek ilyen tanulságok, egyébként mi pihenünk most július 13-án alájára zsőjtünk a polcán, mert két időközi választás lesz, két körzetben. Úgyhogy már éppen hiányzott nekem ilyen kedve, Újpest Veszprém meg itt a polcán után, de hát minden én most már erre szegődtem, láttam, hogy állandó választás van, de én mondtam, hogy a kampányban, hogy bármilyen lehet, komolyan mondom.
Na, tehát ez a lényeg a dolognak is. Olyan alternatívát kell felmutatni, aki legalább a 30%-nyi, 35%-nyi szavazónak vonzó. Ugyanis 3x8=24, 2,5 millió emberre választást lehet nyerni ebben a választási rendszerben. De ezt elő kell tudni állítani. De ezt úgy nem, lesz, úgy nem lehet előállítani, hogy majd most még 3 évig cigabolunk. Mi azt mondtuk, hogy legyen előválasztás, ez elsősorban nyilván a miniszterelnök előtt személyén kell, hogy meglegyen, mert ott kell bebizonyítani, hogy szélesebb társadalmi alapot tudjuk tenni a jelölést. Itt nem kinevezni kell magunkat arra, hogy most mi leszünk a főnökök, hanem meg kell győzni a környezetünket arról, hogy mi vagyunk a legjobbak ebben. És ez nem fog máshogy menni, csak ha belátja mindenki, hogy lehetőleg ne egy alapszervezet 12 ember jelöljön majd egy választókerületbe képviselő jelöltet, hanem olyan embert kell keresni, aki nem kizárt, hogy ebből a körből van, de azt el kell, hogy fogadja a sokkal szélesebb közvélemény is. Hát ez nem egyszerű feladat, ez azért sokat kell gondolkodni. A másik, hogy muszáj más technikákkal a kommunikációra lépni, és tervezünk egy kiadványra, és akkor beszélgettem az elmúlt hónapokkal, ugyanis meggyőződésem, hogy kis falura, ha nem juttatunk el valami írott anyagot, ahol most már leginkább még reklámújság sem megy, mert azt sem érdemes kivinni, akkor nagyon nagy gondba leszünk, ugyanis a országos médiában a mi jelenlétünk az 5-ből 1. Tehát nem erősebb, mint a baloldali illálisoké, az egyik, mert hát sokkal gyengébb, mint a Fideszé, azért ezt is látni kell. És hát azért a Fidesznek vannak ötletei, most, ha valaki belegondol, ezzel a, hát szerintem szörnyű és embertelen kérdőívvel meg plakát hadjárattal egy-egyben levette a médiától költségvetését. Tehát ugye mindenki azonnal nem a napi problémákról, meg arról azzal foglalkozik, hogy most miért nem csinálnak áfacsökkentést, ugye mondjuk minden nap, mondom én is, hanem arról beszélj meg, hogy most tépik a plakátot, most az jogos vagy nem jogos, most az népjárványengedetlenség vagy nem az, a kordonbontás az nem az, tehát magyarul szándékosan viszik el a teret egy olyan irányba, ami lebecsülni se kell, mert én nem mondom, hogy a bevándorlások nem probléma Európában. De én még nem állítom, hogy nekünk a kivándorlás sokkal nagyobb probléma a foglalkoztatás meg egyéb szempontjából, mint a bevándorlás. És erre azért úgy látszik, hogy rá is ment a nem fideszes média, mert azért mindig találnak egy csomó olyan embert, aki megmondta, hogy ő Libanonból jött ide, $5000 volt a havi ödel, mondjuk biztos, hogy nem fogadjuk kapni, de azért jött el, mert épp a jövő. Tehát ugye most vannak ilyen szituációk, meg hát a fideszes képviselő, a PR, az nem bevándorló, mert az már 22 éve itt van, de a másik az most majd valamit csinálni, hogy jövő. Tehát én azt hiszem, hogy ebben most már úgy nézem, a halálbüntetés azt levették róluk, ott megmondta a néppárt az Orbánnak, hogy ezt fejezze be, mert az válók. 3 hétig az is tartotta úgy magát a korondon, de hát most ez a plakátőrület, most raknak ki majd újat. Most ugye a két farkú kutyapárt már összeszedett 10 milliót, akkor szállítják plakátot, majd kirak el a plakátot, és most ezt a médiában, egy híradóban, ha valaki megnézi, a hírműsor felét viszi el, ez a szerintem teljesen értelmetlen hülyeség. Mert ezért lett kitalálva a habonynak, ehhez majd van az esze, és ez azóta nem beszélnek, vagy sokkal kevesebben beszélnek, hogy a Lázár miért fizetett 400 ezeret egy szobáért, meg ilyeneket, meg az, hogy amit éppen tegnap előtt lett végre egy nyomozásnak, amit még én durrantottam, már itt elmondtam a kérdéseknek, hogy a vidékfejlesztési hivatalban egy szabályos maffia alakult, arra, hogy nem lehet lenyúlni a terület alapú támogatásokat. Na most ezt elért a vádemelésig, és amire nekem azt mondta a Budai Gyula, hogy én pánikot keltek, meg bagatell az egész, abba fölvettek 117 milliót 2012 után 5 darab fiktív Kft-vel, és 1,4 milliárdot adtak be 2013-ra igényes. Na most csak azért volt meg, mert én kiálltam, mielőtt az első küzdetés megtették volna, hogy álljon meg a menet, itt rohadt nagy bajban. És mondjuk ez a másik. Ugye ma reggel, ha valaki nézte az ATV-t, a híradóból 2 percig vagy 3 percig olvasta fel a helyreigazítást a speaker, a juhásznak a fassága miatt már elnézés. Ugyanis nem lehet azt csinálni, hogy neki megyek mindennek, mind a faltörőkós, de nincs benne bizonyítva. Én mondtam neki, mikor találkoztunk, az biztosított, hogy mennyit tüntetni, mondom, ide figyelj. Én értem, hogy te fényezed magadat, de azért egyet figyeljél meg. Én 2013. október 8-án tartottam egy sajtótájékoztatót, elmondtam, hogy mi van az NBA-ban, és átadtam a hatóságnak a papírokat, ami nálam volt.
10-én 4 ember előzetes adott. Mert elő volt készítve. Már másfél hónapig egy kukkot nem szólt róla senki, meg én meg is tiltottam még annak is, aki nekem adta az információkat, hogy a száján kiejtse ezt a szót, mert mindent kivédenek. Ez a bolond, ez még neki ment 13 ügynek, és csodálkozik, hogy a törvényszéken elmeszelik, hogy már pedig a Rogán nem csinál semmit. Mert bőven volt ideje elkenni mindent. Meg beszerezni az igazolást mindenhonnan, ami persze azért érdekes, mert azért én nem tudom, hogy az a NAV, aki a piacon áruló zöldséges főjelentőt csinál olyan vagyonosodási vizsgálatot, hogy a alsó gatyáját leszedik róla, a Rogán meg csak a két gyereke után fizet 600 ezeret havonta magánlakodába, a 700 ezer nettójára. Tehát ez egy tehetséges ember. Én mondtam, hogy Marcon mondtam is, hogy nagyon nagy baj van, mert nem tud beosztani a pénzt. Ha nézd meg Rogán, az a 700 ezerből 2,5 milliót tud költeni havonta. De milyen rendben semmi? Én meg nem tudom. És akkor mi? Na most ugye ez a baj, hogyha valakinek ilyen pozíciója van, és idő előtt jönnek elő ügyekkel, azt meg fogja magát védeni, mert megvan hozzá a rendszer. És hát ez a baj, hogy sokan nem értik ezt, hogy tényleg ezt kell csinálni, meg a másik, ezt ma is elmondtam a napi előtti hozzászólásban a parlamentben, nagyon arra figyelmeztetem az ügyészség minden emberét, akik hajlamosak elkenni még olyan ügyet is, ahol még egy nyomozás, és azt mondja, hogy vádemelés kell, és azt mondja, hogy nem, mert nem bűncselekmény, hogy 2018-ban a hivatali hatáskörben elkövetett bűnpártolás nem érül el. Ez jobb, hogyha mindenki ezzel tisztában van. Mielőtt nagyon szembe menne velünk, de azokkal az ügyekkel, amit mi viszünk. Ugyanis nagyon-nagyon kevés ügyet lehet elvinni bíróságig, az is majd maximum ennyi-mennyi. Ez fölbújtina ugyanígy van. De miután minden a kezünkben van. És én elmondtam mindenkinek is, hogy a kis F-tel. Kedves barátaim, addig én elhiszem, hogy mindenkit, senkitől nem vesznek el földet, amíg az NFA-nak az ellenőre nyilván nem mer bevenni a szürke marhák közé. És még azt sem tűnik föl neki, hogy a 300-as állományból 150-en nincs fűszak. Na miért tűnne föl a 2 kilométerről nézi? Így megvan. Jó darab, rendben van. Igaz, hogy az másnap a következő legelészik egy másik nyertesnél. De most ezt nagyon egyszerű kiszűrni, mert ezeket szépen be kell terelni egy kezelő folyosóba, és akkor meg lehet szépen egyenként nézni, hogy bocsi, ez a főszám, ez 2 éve megtörtént. Csak olyan embereket kell oda küldeni, akik meg is tudják, szokatékosan szoktam mondani, hogy nem ismeri a tejének az elejét, meg a hátulját. Most innentől kezdve persze, hogy el tudják verni, vagy nem is kell átverni, mert hagyjuk is át, nincs probléma. Erre mondtam azt, hogy nem kell, nem, semmi, nincs pánik. Tudom én, hogy itt nagyon sok emberek, meg azt nem tudom, mi lesz azzal a 15 birkával, aki a 45 fokos melegbe van a hodájban, mert nincs egy darab legelő. Akkor kéne én meg ott a legelő, meg nincs egy darab birka se, természetesen. Ezt lehet egy ideig tűrni, meg hagyni, csak hát én azt gondolom, hogy ilyen módon aztán igazából népi engedetlenség, amikor a zsiga megmondja, aztán főkor, hogy jönnek a 2-es útra kamionok közé a birkákat, akit előtte mi leállítottunk arra a zugamiról. Úgyhogy ilyen is van. Meg lesz is. De nem az a lényeg. Tehát nem a látvány, meg nem a megmutogatása a lényeg, hanem a következetes munka. És a következetes munka előbb-utóbb eléri a célját. De most, ha ezt végig tudjuk csinálni normálisan, akkor lesz eredmény. Ha nem, akkor nem. Úgyhogy hát ebbe kellene majd mindenkinek a segítsége. Én gyűjtök mindenhonnan információkat, hál' Istennek van, egyre több. Ugye Magyarország egy jó ország, tehát ez egy jó ország, ez a mindenki erősebb. De ez nem baj. És én azt látom, hogy kicsit oldódik a félelem is, még nem teljesen oldódott meg, mert azért még nem tudni, hogy nem igen érzik az emberek, hogy mi lesz. De én szerintem az a kormány az bukott, tehát nem gondolom, hogy itt bár ez a csapat még egyszer hatalomba juthat. Itt most már csak egy a kérdés, hogy el tudunk-e menni addig a pontig, hogy alternatívaként elfogadnak-e minket. Na most azért kell sokat tenni, meg azért kell sokat beszélgetni az emberekkel, meg adni muníciót azoknak, akik még hisznek bennünk. Hogy el tudja mondani a szomszédnak is, hogy hát figyelj, ezt így fogjuk csinálni, vagy így fogják csinálni. És azt meg, hogy hányszor kértünk már elnézést a ügyeinkért, sokszor már nem, most megint emlegették a 21 millió románnak meg minden, megmondtuk, hogy az nem volt jó ötlet, kész, túl vagyunk rajta. És nem kell folyamatosan visszanézegetni, hanem lehetőleg előre is, ahogy mondta, hogy emel feljel, mert különben nem látjuk a távlatokat.